Szerda délután van, készül a címlap, órák kérdése, és megy az újság pozsonyba a nyomdába. Általában interjúnk kerül a címlapra de a 36 oldalon sok minden elfér. Például riportok. Mi tényleg oda megyünk, ahol az események történnek. És publicisztikák. Nem félünk a vitáktól és a bátor kijelentésektől. A hang.hu oldalon közben folyamatosan és gyorsan reagálunk az eseményekre. De több lábon kell állni, és a könyvkiadás már most egy sikertörténet. Legtöbb emberhez a műsorainkon keresztül jutunk el. A havi nézettségünk már átlépte az egymilliót. Tépa a friss kultúrtáj készül, de összességében már heti hat jelentkezünk. Köszönjük, hogy támogat minket és teszi alapot! Kompország mai vendége Kéri László politológus, szociológus, tanár. 1951-ben született Röszkén. Előbb az Ötvös Lóránt Tudományegyetem állam- és jogtudományi karán diplomázott, majd az egyetem bölcsészkarán filozófiából és szociológiából szerzett diplomát. 1977-től a Budaörsi úti kollégiumban az ő irányítása alatt jött létre a későbbi Bibó István szakkollégium elődje, ahol 20-40 jogot hallgató diákkal tápkapan kezdtek foglalkozni a társadalomtudományokkal. 1983. szeptemberében az akkori tanárok és hallgatók végül létre tudták hozni a szakkollégiumot a Ménesi úton. Az igazgatói székben ugyan Stumpf István váltotta, Kéri mégis nevelő tanár maradt az intézményben. Ebben az időszakban olyan a rendszerváltás után jelentős politikusokat és közéleti személyiségeket is tanított itt, mint Orbán Viktor, Simicska Lajos, Kövér László, Szájer József, vagy épp a későbbi köztársasági elnök Áder János. 1984-ben a Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Intézetének főmunkatársa lett. Gyakori vendége volt a heti hetesnek, ahol országos ismertségre tett szert. 2008-ban megszervezte a Kéri Kört, ahol értelmiségiek, köztük Orbán Viktor is, zárt körű megbeszélést folytattak arról, miképp lehetne a politikai válságot feloldani. Számos politikai témájú könyvet írt, egyik legismertebb kötete az Orbán Viktorról még a 90-es években megjelent portré. Felesége Pecsink Mária Zita, közgazdász. Üdvözlöm a nézőket! Ez a Kompország, a Magyar Hang beszélgetős közéleti portré műsora. És mai vendégünket nagy szeretettel, tisztelettel üdvözlöm, Kéri László, politológus, szociológus, Köszönöm egyébként történet kutatóként is lehetne talán apostrofálni. nem, az csak, az csak egy ilyen magánjáték a hallgatóim kedvéért. És mielőtt belekezdenénk itt a témákba, elkészült már a Magyar Hang, itt a Magyar Hang szerkesztőségében vesszük fel a műsort, és azt gondolom, hogy hát egy elég érdekes interjúval, indítunk, ugye Pesti László Igen. fokozza, azt kell mondanom, azt, amit ugye elkezdett, az a fajta hát belső kritika, amit ő megfogalmaz a kormányzás bizonyos jelenségeivel kapcsolatban, ugye amit lőlő jelenségként is megismert, és most egy nem friss könyvet fogok még felmutatni, most kife bár biztatom továbbra is a nézőinket, hogy Vásároljak meg Stefano Bottoni Orbán Viktorról szóló könyvét, amit ugye mi ki. De van itt egy század kiadású Orbán Viktor könyv, ez mondjuk kicsit régi. Ez 30 éves, és ezt én csináltam, Igen. és ez az első könyv Orbán Viktorról. Ez 93. a beszélgetéseket, 93. Igen. július, 94. január között vettük fel, sok-sok héten keresztül, és ez még a 94-es kampány előtti utolsó pillanatban jelent meg. Igen, igen, ami ugye egy nagyon érdekes helyzet volt, hiszen az a Fidesz számára ugye egy traumatikus yeah. eredményt hozott a 94-es választás, de talán majd még erről fogunk uh -huh. beszélni. Ugye egy beszélgetéshez nem feltétlenül szükséges aprópó, témánk az bőven van, meg lesz, de azért egy aprópót mégis csak találtam így készülve a, a műsorra, hogy éppen 40 éve, hát szeptemberben, de nem sokára 40 éve volt, hogy de nem sokára most lesz az évforduló, hogy létrejött a Bibó Szakkollégium, amit tulajdonképpen talán némi leegyszerűsítése, de azért azt gondolom, hogy nagyjából pontosan a Fidesz bölcsőjének szoktak nevezni, és hát ott abban neked elég komoly szereped volt, hiszen nevelő tanárként ott voltál ebben a kollégiumban, ahol Orbán Viktor, Simics Kalajos és sok más ma is ismert fideszes vezető, és megfordult ezen a helyen, hogy joghallgatók voltak itt. Lesz valamilyen megemlékezés ezek kapcsolatban? Lesz, szabban? szeptember 8-9-e, nem is tudom, melyik az a hétvége, akkor lesz egy kétnapos péntek szombat nagy átfogó, sok rendezvényből álló megemlékezés a 30. évfordulóra, ahová a mostani vezetés engem is meghívott vendégként, és vissza is kérdeztem, hogy komolyan gondolják-e, nem veszélyeztetem a rendezvény sikerét, hogy esetleg mások nem szeretnék, ha én is ott lennék, és de válaszolták, hogy kifejezetten ragaszkodnak hozzá, hogy ott legyek, úgyhogy ez, ez a rendezvény nem is olyan soká lesz, egy két-három hét múlva. Bizony, 30. éve, hogy a Szakkolégium ott a Ménesi úton megalakult, mert egyébként Bonyolult előtörténete volt ennek már. Igen. Hiszen ugye 1977-től volt egy olyan kollégium, amit ugye te irányítottál, vagy te voltál az főnök. Hát, találtam ki. Szóval ez még a Budőrsi úton volt, ahol együtt laktak bölcsészek, ttk sok jogászok, a két épületből összesen 1400 ember. A jogászok főleg a kis épületet kapták meg később már de én ott laktam nevelő tanárként is, először hallgatóként öt évet, aztán nevelőtanárként tanárként is négy évet biztosan. Szóval kilenc évet eltöltöttem a Budaörsi úton, és amikor már oktató voltam, akkor nagyon szenvedtem két dologtól. Egyrészt, hogy az egyetemen nem tudtuk azt tanítani fiatal oktatókat a társadalomtudományi tantárgyakba, amit szerettünk volna, és úgy gondoltuk, hogy sokkal fontosabb, mint amit ehhez tanulnak ilyen ideológikus dolgokat. Ugyanakkor meg nagyon bosszantott a kollégiumban, hogy a 200-250 fős jogásztársaság az mindig egy ugyanolyan folyosókon volt, vagy a kis épületben később, hogy az életük nagy részét elherdálják fölöslegesen. Kocsmába, bezárkózva, nem használják ki a nagyváros előnyeit, és és elkezdtem magam köré gyűjteni már 75-76-ban azt a 8-10 hallgatót, akivel úgy gondoltam, hogy legalább az estéket érdemes eltölteni, és akkor ebből kinőtt egy ilyen intézmény, amit addig böngésztem az egyetemnek a szervezeti működési szabályzatát, hogy hogy lehet legalizálni az elkülönülést, és kiderült, hogy van ilyen, hogy szakkollégium, és a ttk működött is, és akkor a korabeli dk meg tudtam beszélni azt, hogy akik minden héten egy-két estét rászállnak arra, hogy az egyik ilyen teremben, a kollégiumban egymás kedvé, egymást program programszerűen, mert akkor 77-re már összeérett egyfajta program is, hogy fél évről fél évre hogy haladjunk. Hogy akkor ennek legyen valami kerete, és nagyon segítőkész volt az a dékán Schmidt Péter, aki azt mondta, hogy hát jó, úgyis van a szabadon választató keret a speciál kollégiumoknak, kétszer-két óra. Ha, akkor ezt ti kiválthatjátok a szakkollégisták ezzel, hogy aki ott a kollégiumban szakkollégista, akkor szabadul ettől a kétszer kétől Úgyhogy ez egy jó kompromisszum volt azoknak, akik vállalták ezt, hogy akkor mióta elkülönünk, és valami program szerint haladunk. És jó kompromisszum volt, nekem is, mert végre volt hova, ki beleölnöm az oktatói ambícióimat, amit benne az egyetemen nem nagyon lehetett. Úgyhogy itt állandó alku volt, mindig az első alkalommal megbeszéltük, hogy ennek a fél évnek mi lesz a tematikája, és ez eleinte önellátó volt, hogy a 15-20, aztán később 30 emberből ki mihez ért, akkor készüljön az föl, hogy tartson eladást a többieknek, meg elintéztük a folyóirat figyelését osztottuk, hogy ki a valóságot, a közgazdasági szemlét, társadalmi szemlét, és akkor mindig volt egy ilyen folyóirat szemle fél óra az estéken, tehát egy ilyen mozaik estét képzelj hogy uh -huh. több dologban dolgokból össze, ilyen lézeferány hogy közösen mm. földolgozni könyveket. Tehát tulajdonképpen eleinte ilyen vakrepülés volt ez, hogy mit fogok kezdeni ezzel a 20, majd 30 emberrel, akiknek azért ez nagyon tetszett. Igen. Egy levegő volt nekik, is, tehát azért a Nézők kedvére elmondok valamit, amit soha nem szoktak emlegetni, hogy ugyanaz egyetemek a 70-es évek recentralizáció és a reform visszavétele a Kádár korszaknak a, a, jobbik arcából megint elővették a rosszabbik arcát 72. november után. Az egyetemek nem nagyon éreztek semmit belőle, de a jogi kar és az elte. 75-77 között három olyan dolog történt, amiből nyilvánvaló volt, hogy ránk telepednek kívülről, és a korábbi spontán szabadságot már csak tudatosan lehetett megvédeni. Kitalálták a SZET észet rendszert, nem tudod mi az. Szakmunkás előkészítő tanfolyam és egy szakmunkás előkészítő tanfolyam egy éven keresztül, aki ezzel részt vett, azt beíratták a jogi kara felvételi nélkül. Tehát ilyen azóta pártközponti indoklás, hogy aránytalanul eltorzult az eltény, és különösen a jogi karára a társadalmi összetétel, és Igen. segíteni kell a fiatal tehetséges munkásokat diplomához jutni. Tehát ez gyakorlatilag 49-50. Igen. Igen. A másik bevezették 75 őszétől a kötelező kéthetes őszi szabolcsi almaszedést ahol hát el tudod képzelni olyan körülmények között, én háromszor, négyszer volt, ami a, például a Stumfék év folyamával két hét nyírtas Berkeszi Nevelő Intézetnek a torna termébe, háromszintes vaságyakon. A katonaság ennél elegánsabb volt, azt merem mondani. Na most hát a rózsadomból fölnevekedett káderlányoknak azért ez elég nagy meglepetés volt, hogy két hét igény együtt alni. A mosdás az a kint, az a vájú, az a, a, csap volt. Tehát ember is volt némi szándékosság, hogy hát ezek úgy elszakadtak a magyar valóságtól, hogy legyen neki kötelező ilyen. Ma már adré, el tudod képzelni ezt, hogy két hét őszi munka? Meg voltunk rédin kukoricát szedni, ez valahol Komárom megyében van. És a harmadik, amivel megterhelték a joghallgatókat, a kötelező elhelyezkedés. Tehát addig az volt, hogy amilyen diplomát kapsz, te bíró akarsz lenni, ügyész, ügyvéd, valami, hát akkor keres magadnak helyet, vagy egyáltalán nem akarsz jogász lenni, az se baj hanem a végzésen az egyetem közvetítésével be kell jelentkezni az egyetemre, az ügyészségnek, bíróságnak, közigazgatásnak, hogy hol milyen igény van, és akkor úgy közvetítették ki a, a végzőket. Tehát ilyen, ez három durva dolog. Ha belegondolsz, ez három olyan beletiprása a már akkor azért évtizedes szabadságban. Azért a 60-as évek derekától az elte és a Jögi Karon is egy meglehetősen szabad légkör volt. Úgyhogy ezek az ilyen kívülről jövő elsötétítő törekvések még inkább fölértékelték az ilyen partizán akcióknak a jelentőségét, mint amit a, az én szakkollégiumom lett, és másfél év után baromi népszerű lett. Azt vettem észre, hogy jönnek máshonnan is. Megértek megjelentek a bölcsészkarról, ő egyébként egy ideig együtt lakott Macó Ágival, lehet, tudod ezt képzelni? Hát ma már nehezen. Igen. Igen. És megjelent néhány érdeklődő TTK-s, és úgyhogy lassan 40 főre úgy, úgy híztunk 78 szer és akkor mondom, valami olyat kéne kitalálnom, ami egyrészt érdekes, másrészt hézakpotló, és szerintem életem egyik legnagyobb ötlete volt, hogy itt megtudtam, hogy a, te már fiatal vagy, nem emlékszel, hogy a, a filmek előtt mindig volt egy heti mozi híradó. Hát te még, te még emlékszel rá? Nem, ég. ez évtizedekig Egyen. volt, és akkor utána jártam, és kiderült, hogy az elsőt, a Mafiát krónikát 45. februárban csinálták már a Pesti oldalon. Igen. Már, és akkor onnantól kezdve készült a heti krónika, és az ott porosodott ilyen nagy, ilyen alumínium tálakba, tudod, ahol a, a tekercsek vannak a filmarchívumban Budakeszi úton, és fogalmam nincs, hogy honnan, de bár akkor nagyon levegőben rógott, hogy a többség érdeklődés, ja tudom miért volt, hát milyen hülye kérdés, majd mindjárt megmondom. Szóval az a 45-48 után érdeklődés akkor így a, a szakkolégium első híve alapján beírett, mert a, mi még találkozhatunk Bibó Istvánnal a tanszéken, zárt kérőmények között a tanszékvezetőmnek köszönhetően elhozták kétszer 75-76-ban Bibó Pista bácsit, és akkor ránk zárták az ajtót, amikor megjött, fogalmam nem volt ki, az a Bibó István. Mondták ottan a Bihari, meg Szilágyi, egy-két időse talán lett is, hogy jön a Bibó, jön a Bibó, és akkor mi voltunk ilyen 24-25 hmm. évesek, életben nem hmm. hallottuk, és mi a túró, lehet érdekes ennyire egy öreg emberbe, hogy még ez a rebelis Bihari is ennyire lázba van. És akkor be voltunk zárva ez a két tanszéknek az oktatói oda, és akkor megszólalt egy ember, aki hihetetlen rezignált, kőkemény bölcsességgel, olyan átfogó módon történelmi struktúrák között mozogni, és úgy tudta elhelyezni Magyarország utolsó 150 évét, hogy tátottuk a szánkat, és a nyitó mondata is az volt, hogy hát a marxizmus nem teljes marhaság, van benne egy-két megfontolandó dolog. Néztünk egymással boroslatcélgettőben, azt hittük, hogy ebbe az országba csak marxisták laknak, hogy van nem marxista, is, ez tök újdonság volt. Szóval ez a két bibó est, és ráadás állandóan kiszólt oda nekünk, hogy de hát a részletek megvannak a szegfű három nemzedékben, azt ismerik, és megint néztek ki a túró az a szegfű, mi az a három nemzedék. Tehát nem tudom neked elmondani, hogy ránk ott egy-két éve egyetemen bemaradt fiatalokra, Kukorelli Pisti még ott volt, okay. egy biztos ismered őt oh, is. Tehát nekünk olyan volt, mint egy fejbekólítás, hogy hát mi nem tudunk semmit. És akkor kiderült, hogy ez az ember 45-48 hőse, mint ahogy tudjuk az emlékiratokból, a Gönc is megírta ezt, hogy a Váci börtönben ezt mondta egyszer, hogy ha neki lesz egyszer sírfelé, akkor az, hogy, hogy írt 45-48 között. Igen. Tehát a Bibó élmény eleve rászorított minket, hogy meg kell találni. Mit írt ez az ember? Mentünk, a Gorki köftár volt nekünk a leginkább bejáratott helyünk, ahol a csajokkal is jobban voltunk a és mondtuk, hogy mi keresek ezt a 45-46-47-es 45, 45 évfolyamokat, a választ, a valóságot, és ennek a csajok rémülten, hogy tehát nem adhatjuk ki nektek. Miért? A nagy ZA pecsét van rajta. mi az a ZA pecsét? Hát, hogy zárolt anyag. És elmondom, legalább ki, mutasd meg, hogy micsoda, és akkor kihozott egy-két évfolyamot, és láttuk a Bibó tanulmányokat a, a koalíció a magyar demokrácia válságra a többi. És akkor hogy lehetne ezt, ezt valahogy, hát mégis, és akkor a következő, de akkor már Stumpf is ott volt, tehát akkor ez 77 lehetett, mert Stumpf 77 be kezdett vele, hogy szombat délután záráskor oda mentünk, egy nagyon szatyorban megkaptuk az illető évfolyamot, Elvittük a kollégiumban, le sokszorosította az az egyetlen egy, ugye egy emberre volt bízva sokszor a sokszorosító, az volt betanítva, és Rendszerváltás után megtudtam, hogy ő azért lelkesen jelentett mindig ilyen akkor rólunk, hogy mit, de hát ez akkor nem volt érdekes. És akkor hétfő reggel nyolckon nyitás előtt visszavittük. Úgyhogy szép lassan mi az Istvánnal ebbe a 77-es évben, meg Help kisegített még, kövér majd később jön szó Szépen egy egyenként kigyűjtöttük a bibó tanulmányokat, és akkor ezt elkezdtük kollektíve földolgozni. Ebből fakadt az, hogy 78-ra már beérett, hogy ezt az egész koalíciós időszakot nekünk nem tanították. Hogy volt itt, itt nem több pártrendszer? Hogy volt ez? Nézzük már meg. És akkor. Ennek a sodrásában, hogy fölosztottam, akkor már ugye a folyóiratokat nagyon jól tudtuk. Tudtuk, hogy van a szocializmus, az a szociáldemokratáké, akkor egyre inkább néztük a napilapokat is, hogy a kis újság és ilyen kis csoportokra szétválasztottuk, hogy te dolgozol a kisgazdákkal, te a paraszpártal, te a kommunistákkal, te a hozzá és kezdtük a folyóirat cikkeket, nem csak Bibót, hanem egyébként is földolgozni, meg a napilapokat is, és berobbant a bomba, hogy valahonnan megtudtuk, hogy ezek a híradók ott vannak. Jó. És elmentem, egy Molnár nevű igazgató volt, azt hiszem ott, és akkor azt mondja, hát maga nem normális, hát ez a politikai életet sem képzeli, hogy odaadjuk magának. Hát mondom, mégis kinek, hogy lehet ez? Te azt mondja, a legfeljebb egyedi miniszteri engedélye. És akkor a Hála Istennek Pusga Imre volt már akkor a művédési miniszter, vagy oktatási művédés összetartozott. A Bihari Misik lévén egy lépcsős kapcsolatunk volt hozzá, és akkor meg tudtam keresni, hogy adjon ilyen miniszteri engedélyt, hogy a filmarchívunk kiadhatja nekünk egyszerű, egyedi zárt körüvetítésre. Te ezt a szellemi forradalmat nem tudod elképzelni elkezdtük minden alkalommal 8 hetet hoztunk, 8 híradót. Ebben a legnagyobb segítség nekem elcipelni ezeket a Kövér Laci meg a Gyekicki Andrásot, akik akkor egy szobában voltak elsősként. Tudod, ki volt a harmadik a szobában? Nem én. Az életben nem találod ki ezek katonaság, ők már gimnáziumban is együtt jártak pápán, és a katonaság részei voltak, de ott összehaverkodtak nagyon egy harmadik sráccal, aki ők ragaszkodtak, hogy együtt akarnak lakni az egy szobában, az a Friderikus volt a harmadik. Csak ezek ma, ma azt hiszem, hogy elég komikusan hangzanak. Szóval ők segítettek a híradókat elhozni, a C épületnek az igazgatói szobáit, ha egyben nyitottuk, tudtuk kölcsönözni egy ilyen vetítőt, hogy hosszába akkor meg volt az a 20-30 méteres távolság, és hát az átkörű vetítés. Ez azt jelenti, meg is mondta a filmarhívum vezetője, hogy magukhoz ki fog menni egy civil ruhás rendőr, és ellenőrzi, hogy tessék névsort fölfektetni, Igen. hogy kik lehetnek ott, és akkor az ellenőrzés, akkor csak így engedem, hogy vetítsék ezeket. Na azért mesélek ilyen részletekről, ektek, mert szerintem ma már ezek elképzelhetetlenek, hogy lehet, hogy nem túl érdekesek, csak <laughs> nekünk volt az, hogy ilyen 70-esek végén partizánként viselkedni egy ilyen egyre súlyosabb, egyre súlyosabb a sötét társadalom. Te azt az eufóriát, ahogy mi ezt a másfél-két évet megértük, hogy folyamatosan vetítettük, mindig hal két hónapot a koalíciós időben, a szakosított csoportok hozzáolvastak, és megjelentek körülöttünk az ehhez értő emberek. Megjelent Gyarmati Gyuri, Később az állambiztonság tudod ki Igen, ez a történet. Igaz, igaz. Ő írta ennek a korszak negejét, itt a legjobb monográfiáját tudod, ez a 45-53 közötti időt. És akkor frissen végzett történészként éppen a bérhagyatékot kutatta, aki Bérhonzi együtt írta a az első választási törvény Bibóval 45-ben, amiről tartották az első 45-es választást, és akkor ő ő mászak képzett Bibó kutató volt. Megjelent a fiatal Levendel Ádám, aki amerikai ösztöndíjába visszalopta Magyarországra a Harkai Schiller Kutatóintézetnek a 45-48 közötti heti havi közénykutatást. Volt Magyarországon közénykutatást, tudta te ezt? 45-48 között. Ez kikerült valamiért 56-ba Amerikába, vagy lehet, hogy már 45 után kimentették, 49 után, és Levendel visszalopta ezeket a kutatási adatokat, úgyhogy Képzeld el, hogy egy ilyen fél év után szerintem páratlan színvonal lett itt a korabeli első, másod, harmadéves jogászoknak, hogy egy-egy híradónak föl lehetett vezetni a hátterét a Gyarmati Gyuri történetileg, el lehetett mondani az arra a hétre eseményekre vonatkozó közénykutatási adatokat, és hozzáolvasták a napilapokat, és ezt mindenki önként és lelkesen csinálta. Szóval... A teremben nem fér be 30 ember több, és az első három alkalommal tényleg ott várt egy őrnagy engem a portán, hogy hol a névsor, és akkor nézte a névsort, és hogy mentek be, mentek, és akkor ez úgy megvolt este hétkor, akkor ő fogta a kalapját, elment, mi meg telefonáltunk fel a többieknek a folyosóra, hogy most már jövettek. Igen. Úgyhogy Kicsit ugornék akkor, de, már. Nem, persze, nem nagyot. De, de csak azért fontos ez az egész, hogy ilyen értelemben ludas lehetek azért, hogy ez a kövérék stumfék korosztálya, mert ők ebbe voltak. Az Orbánék később jönnek. Az, tudom, hogy arra vagy kíváncsi, csak én meg fontosnak tartom az előzményeket, mert Orbánék sincsenek, ha nincsenek kövérék és stumfék. Tehát ez... ez már a... Most a kérdés úgy is föl lehet tenni, hogy ez az egész mozgolódás nincsen, mondjuk akkor így a 70-es évek második felétől, ami hozzá is kötődik, akkor, akkor, akkor az is lehet, hogy, hogy, ez a társaság. Nyilván nem ezen múlt azért nyilván az, hogy van-e rendszerváltás, nincs rendszerváltás, de hogy ez a, pont ez a társaság tudott kiemelkedni először ugye, mint egy pártként, aztán ugye tudjuk, hogy most már ugye jó ideje ugye az ország irányítását ugye ők, látják el teljes felhatalmazással. Tehát, hogy, hogy ha ez nincs, akkor lehet, hogy, hogy máshogy alakul ez a folyamat. Lehet, mat... hogy máshogy is megtalálták volna a kereteket, de itt, amikor majd, ugye úrunk, mert én amiről beszélek neked, az 77-78 igen igen. Hát, igen, igen, hát a még gimnazista. Igen, Orbán 82-ben jelenik majd meg még a Budőrsi úton, és majd, amit kérdezte a 83-as Véresi úti alapítás. Tehát addig még van 5 év, és igen. tényleg ígérem, hogy hamar befejezem, hogy hogy azért itt alapvetően, aki az a 30-40 ember, aki ott volt, az egy életre beleszeretett ebbe a 45-48 közötti Igen. három éve ennek az irodalmába. Itt Csícsi Ibrét ugyanúgy ismerte Igen. mindenki, mint Bibolt, meg, meg, meg Zsolt Bélát, meg Szalgy, olyan erős kulturális hiánytöltés volt, hogy ilyen értemben azt tudom mondani a magam szerepéről, hogy Szerintem az én dolgom a volt a meccsen, a következő 90 perc, hogy mi lesz a meccsből, ahhoz egyre csökkenő módon volt közöm. Az első 10 percben még igen, az első félidő idő kedvén már inkább az oldalvonalnál lazsáltam, hogy nem nagyon tetszett a csapat felfogás, és a második félidőre már ki jöttem velük a, a a meccsre, sőt, szerintem a meccsre sem voltam kíváncsi, tehát hogyha Igen. a 78 és 2020 közötti időt kell összegezni, akkor azt mondom, hogy szerintem a kezdő hogy az hol és mikor legyen és milyen összetételben, abban azért elég nagy szerepen volt, de hogy a meccset hogy játszák később és hogy betartják a fair nem tartják, ahhoz nekem egyre csökkenő közön volt. Ez így is sok tehát később, amikor megalakul a Fidesz, és még eleinte jóba vagyok velük egész a 94-es választásig, akkor ilyen nagyörekként, ilyen veteránként, hogy a a akkor ilyen, ilyen dísznapokon ott, ott hordoznak engem, és nem véletlen, hogy ez az Orbán könyve, mit mondták, Igen. ezt nem én találtam ki, hogy csináljam, ezt ők találták ki. Aztán 94-től, hogy ugye változik a, a Fidesz pozíciója, akkor bár csak a beszélő viszony marad meg, és a 98-as kormányzások után bekerülök az első számú ellenségek közé a lengyel lacival együtt, akikre azonnal küldik a, a, az adózás határidejének le, lejárta után, másnap reggel nyolckal hívja az adóhivatal, és reggel estig vagyok a papírjaimmal, és a az adóhivatal főnöke nem meri nekem mondani, kihív az udvarra, az utcára, hogy azt mondja, ne ragudjon rám, ugye tudja, hogy nem magunktól tesszük. Szóval e ekkora kör tudtam megtenni, mitől 78 78-tól, vagy 98-ig tudod. Szóval, na, szóval, de azért még egy kicsit lovagolnék ezen a néhány éven, ami ez nekem volt közöm, hogy én tudtam, hogy nem fogok ott sokáig lakni tehát már azért ott vagy több éve, előbb-utóbb a többiek is lakáshoz jutottak a kollégáim is, tehát gondoltam, hogy ennek a szakkolégiumnak, amit 70 indítottam, elindítottam, egy, egy, néhány év, de jobb lenne, ha kinevelném azt, akik utána ezt, ezt tudják folytatni, és hát volt néhány olyan tehetségű ember, akiben láttam azt, hogy ők össze tudják fogni ezt az egészet. A kövérnek hihetetlen nagy szerepe és munkabírása volt, és hogy csöndbe dolgozott. Mások azért azon a Megünnepeltették magukat, hogy csinált valamit. A kövér Laciban azt nagyon bírtam, hogy szódékül dolgozott. A Stúf, meg ideális ember volt ilyen összekötőnek, hogy ő mindenkivel hangot tud találni. A, a, az oktatókkal, a párbizottsággal, az igazgatással, a takarítónővel, meg mindent. Tehát, hogy mikor én kiköltöztem a kollégiumból 79 karácsonykor, és visszajártam még nevelő tanárként 81-ig, addig. Szerintem szép, lassan megpróbáltam kinevelni ezt, akik átveszik tőlem. De az alapvető tematika ez a koalíciós időszak. Hát például a kövér is erről írta a szakdolgozatát. Ott annak idén több ilyen jogikari diszertáció született erről a 45-48-as időről, és azért a bibó hitvilág, a bibó kötelező ismerete abból az archívumból, amit mi összegyűjtöttünk azért az erre a korosztályra is ennek ez egy kötelező olvasmány volt. Zárójel nem olyan rég kaptam meg valaki, kikérte az állambiztonsági levértártól, vagy mitől a, erre vonatkozó papírjait, hogy őt figyelték és elhozta nekem azt, ami rám vonatkozik. Kiderít, hogy ezt az estét, amit meséltem neked, a BM olyannyira figyelte, hogy, hogy előtte, a, a rendezvény előtt egy héttel egy a 3 per hármas alosztályvezető írt el egy fejezést, amit elküldött egy alezredes nő, elküldött az 3 x 3 főnöknek. A 3 per 3 főnök hozzáért, úgy, hogy hát akkor ez a kérít itt valami mi bibó szemináriumot mm. akar ezek szerint csinálni, hogy, hogy hát ezt meg kell nézni, és elküldte Karasz Lajos altábornagynak. És akkor láttam Karasz Lajos nagy megjegyzését, hogy hát akkor a kénének utána kell nézni, de hát az kézné van oktatót. De egyébként van két emberünk az járók között, úgyhogy fogjuk tudni, hogy miről van szó. Tehát én most 2023-ban tudtam meg, hogy folyamatosan minden egyes alkalommal valaki jelentettek rólunk sejteni sejtettem, is ez a fajta paranoia köztünk, tudod, hogy ki lehet a besúgó, ez sokakat izgatott. Én még állandóan azt mondtam, amikor szóba jött, mindig leültünk így a Hepstarfi kövér, a gyeka, a stumf, hogy ki lehet itt a besúgó, hogy aki nagyon önként akart kívülről jönni a kollégiumba, hogy őt is érdekli, ez azokat mindig kurva nagy bizalmatlansággal fogadtuk, pedig hát a legtöbbször nem szolgáltak rá, ők is szerettek volna ennek a zárt, már 40 fősre körnek a tagjai lenni. Tehát tehát azt merem neked mondani, hogy nagyobb élmény volt ennek a részvevő Garita és Macó hát, a, a, meg, meg Hodos Szerintem nekik többet jelentett, mint az egyetem 5 éve, azt merem mondani. Ez egy olyan erős szociális, kulturális, politikai, ideológiai élmény volt, hogy ő ővek illük már megetetni ezt a rendszert később nem nagyon lehetett. És akkor én 81-ben több okból egyrészt meghalt a feleségem, és hát egyedül maradtam egy, egy óvodás korú gyereket, tehát nyilvánvaló volt, hm. hogy nem, nem tudok bejárni a kollégiumba. Másrészt meg úgy is azt éreztem, hogy Elment erre négy-öt évem, rengeteg energiát elvitt, amit ebből ki lehet hozni, most már álljanak a lábukra és vigyék ők tovább. Úgyhogy én akkor onnantól kezdve egy rövid átmenet átvette az éppen végző Stumpisti, aki 82. februárban végzett, tehát ideális volt, hogy ő vegye át ezt az egészet, és akkor ő ki tudta járni, a, a ő? neki hihetetlen jó ez a kiáró érdekérvényesítő képessége, baromi jó, hogy való nem megtudta, hogy van egy ilyen romos épület a Ménesi úton, amit hát a külföldi diákoknak a szocializálására használták, hogy ilyen előkészítőnek, és hát eléggé lezülett az évfolyam. Szembe az igazi Ménesi úttal a, bölcsész majdnem márt ellenbe. És hát a Pisti az hihetetlen szívós, tehát ilyen tokai hegyai szőlőművelő paraszt családból jöve szóval az már 10-12 éves korában tudja, mi az a kemény munka, tudod. Úgyhogy ő végig ezt az egészet az ELTE gazdasági, igazgatás és minden adminisztrációjá, hogy ezt az épületet kaphassák meg, és akkor az az 54 fő, mert a akkora, akkora hízott a, a úton ez a szakkolégium ezt kapja meg és költözenek oda. Úgyhogy ez egy teljesen más világ, tehát ami 82 után van az egyértelműen a Sturm férvi érdeme az nem kérdés. Az én érdemem legfeljebb abban, hogy ő arra a garnitúrára tudott támaszkodni a, a minesült belakásához, akiket őrökölt az eredetiből. Tehát a kövérékre. Kövér uh -huh. a Lukács Pisti, meg a, a, meg a többiek, meg az ő társai, és akkor. Ő akkor pont olyan helyzetben volt, hogy fiatal oktató, ott maradt a tanszékünk. Fiatal oktatóként épp annyival volt idősebb az Orbánéknál, mint amikor én voltam fiatal oktató, és ők voltak elsők. Tehát ez az öt év különbség, ez ideális, hogy te már azért az egyetemen belül vagy, és az egy intézményesített tekinté, hogy te mégis fiatal oktató vagy, és jönnek ezek a nagypofájú elsősök, akikkel nagyon nehéz mit kezdeni. Én ezt 77-ben megéltem ővelük, ő meg 82-ben azzal az új garnitúrával. Hát, elhívott, találkoztam velük, először az Esztergami táborban, borzalmas volt. Hát mondtam, Pisti, ezek van emberek, ezekre nem lehet mit kezdeni. Hát ez már az, meg... az Orbán mit Igen, igen, szabad, 82 őszén megjelenik az Orbáni folyama hát. elsősként. És hát mondta, és akkor a Pisté már ilyen a jogász kollégium részlegnek az igazgató ott, és hát panaszkodott, hogy hát főleg a Sivicskával nem lehet mit kezdeni, mondom. Pisti, én, én egyet tudok mondani, a Rukki minél előbb őket, aztán a többiekkel elbírsz, de hát ilyen emberekkel, akikkel minden nap baj van, én, én nem bajlódnék a helyetbe. De, de ő majd megneveli, és hogy hát főleg a kövér az lát fantáziát az Orbánban A kövér akkor már szerintem negyedéves volt. Várjál, 78-ban kezdtek a laci, 78-ban az áderik, akkor 79 ben kezdett a laci, 8, akkor minimum éves volt a kövér, amikor az Orbánik elsősek, és hogy akkor ő, ő civilizálja majd és akkor én ezt az egészet miután stúfa De ez ezt, a, a ez, ez miben nyilvánult meg? Tehát így a, a, a viselkedés? Hát a... az is, elemi módon kellett. Hát a, a, Viktor talán nem, de a Simicska azért elég rendszeresen berugott, és ott összetörte az üvegajtót, meg minden szóval őrült nagy balhék voltak közöttük. Jöttek hárman Fehérvárról ugyanabból a gimnáziumból, a Teleki És egy ilyen zabolátlan, ezek úgy fogták föl a katonasságot, egyszer azt is mondta nekem a kövér, hogy ez nekünk olyan volt, mint Auschwitz, hogy mint a haláltábor. Tehát, hogy ők egy olyan megaláztatásként fogták föl, hogy elvetek egy évet az ifjúságukból, hogy ők a definitíve ezért is már a rendszer ellenségei, mert aki a katonaságot megizleli, az ezt a rendszer csak gyűlölheti. Tehát ők rövidre zárták igen, a katonai. Igen. Nekünk is ugyan a katonai élményeink voltak, de hát módjával gondoltam én ezt a rendszer egészével összekapcsolni. szóval megjött egy ilyen nagyon nehéz korosztály, amelyik hát mindenféle szempontból más volt, mint a korábbiak. Ezeket nem lehetett ugyanúgy érveléssel meggyőzni, meg minden sokkal babrásabb volt. Hát és mondom, Pisti, ez a te dolgod. De azért még vissza-vissza hívtak. Én egy um, én egyre kedvetlenebből néztem, a Viktor néhány évfolyam társával viszont jó viszonyban voltam, ők azért a tanszékre is eljártak hozzánk, meg kijöttek Budörcsre is. Volt négy fiú, akivel ugyanazt tudtam csinálni, egy hetente megbeszéljük, hogy mit érdemes olvasni, és ebből a négy fiúból kiugrón a legértelmesebb, akit legjobban szerettem, az a Völner Pali volt, aki így kilógott a többiek közül, de egy ilyen rendkívül erős tartással, határozott karakterrel rendelkezett, és nagyon nagy tekintélye volt a többiek közt is. Azt hiszem, hogy ő panonhalmi volt. És a jogi karon panonhalmi diáknak lenni az egy külön státusz volt, mert valamilyen őrült szabály miatt az egyetem mindig csak legfeljebb egy embert engedhetett meg magának, hogy panonhalmáról fölvegyék. Kukoréli Pichtipié mm -hmm. például ilyen volt, meg Ias Jóska, aki egy ilyen fantasztikus tehetség volt, nekem volt Éfantársam, amikor korán meghalt. Tehát aki panonhalmára jött, azt egy ilyen különös etosz vette körül, hogy ők valami más tudnak. És hogy ők. Ők egész más világ. Mikor hallhatott meg Brezsnyev? 82-ben? 82. Vagy 83, talán 82-ben? 82, 82 igen. A Őrült híre futott az egyeteme, hogy Kozma Pali örjön órák óta a, a, a PG tanár, aki a, a PG-tanszék vezetője, mert bement az elsősökhöz politikai gazdaságtanórát tartani, és azt mondta nekik, hogy elvtársak, nagyon szomorú hírért minket, Meghalt a Nemzetközi Proletáriátos nagy vezetője, a béketábor garanciája, Brezsnyeveltárs, álljunk föl egy perces tiszteletadásra. És az éjfőn főkászáladott, kivéve az utolsó sorba ezt az öt fiút, a Mosonyi Ricsit, a Viktort, a Talán Simicska is ott, Völner Palés ott de. volt. Ilyen öten nem álltak föl. És a, alulról a katedráról mégiscsak észrevette a Kozma Pali, és akkor kiabált, hogy ki ezek, és akkor, hogy akkor kezdjük újra, és akkor ezek, hogy akkor komolyan mondom, hogy tudok én másképp is beszélni, tessék fölállni. És akkor ebből az ötből én azt hiszem, hogy a Viktor nagy nehezen főkászálódott, talán, talán még valaki, viszont a Völner Pali, meg talán a Mosonyi Ricsi elegánsan kivonultak a hátsó bejáratnál, te ez a kor viszonyai között ez Agyan. pillanatokon belül hír volt. Na én már ugye találkoztam a, a táborba ezekkel az emberekkel, tehát nekem nem volt újdonság, ami körbefutott ott az egyetemen pillanatokon belül, hogy itt az elsősök közt voltak, akik mertek nem fölállni. Tehát azért ez egy más világ, úgyhogy eh, és én egyébként is, már szóval az egyetem sem nagyon tetszett nekem. Szóval amit én azt gondoltam ebből az egyetemből, hogy lehet tanulni, és itt lehet teremteni, megtettem a dolgom, hogy kezdett engem már egyre kevésbé izgatni, annál is inkább, mivel Gazsó Ferenc a Társadalomtudományi Intézetből az ifjúságkutató csoportnál akkor szervezett egy ilyen nagyobb országos kutatási főirányhoz tartozó világot, és Pont 81 nyarán, amikor még nem halt meg a feleségem, csak ősszel vagy decemberben, de mondta nekem, hogy ad nekem egy hónapot, hogy gondoljam végig, hogy milyen lenne Magyarországon a politikai kutatás. Gazsóta a vilányi úti szociológiáról ismertük, én, én is jártam oda, elvégeztem az, de nekem az osztályfőnököm Pap Zsolt volt. Viszont a kollégáim, haverjaim az egyetemről, meg Gazsó osztályba jártak, és bejártam az ő óráikra is, és tehát én onnan ismertem őt, és akkor nekiálltunk hárban, és írtunk egy kutatási tervet, amire legnagyobb megdöbbenésemre azt mondta a Gazsó, hogy Hát ebben van annyi fantázia, hogy ez annyit is megírna, hogy akár félállásba jöjjek át ide a társadalomba, és szedjek össze egy kutatócsoportot. És akkor egybeesett nekem ez a két feladat a szakkollégiumtól való megszabadulással, és akkor a, ráadásul még egyedül is maradtam, és az egy, a nulláról kellett az életet berendezni, és amikor már így a gyereke fél év után kiderült, hogy hogy fogjuk itten megoldani az életet, akkor úgy láttam, hogy, hogy akkor inkább ezt a kutatást, tehát akkor a, a, a menjen el az a két nap az intézettel, és elkezdtem 82-től építeni ezt, az, intéz, ezt a csoportot a társadalmatban, ahova a frissen végző Stumpf is értelemszerűen betartozott, és ők egy év alatt sikerült is egy ilyen 6-8 tagú csoportot szakosítva. A kettőt a jogi karról. egyik lány Vári a politikai szocializációra írta a szakdolgozatát. Na, nem mondom el a részleteket, csak azt akarom mondani, hogy engem 82-től már sokkal jobban izgatott a társtud és ez a munka. Olyan hogy 84 januártól főállásba át is mentem a jogi karról oda, és soha többet a jogi karra. Majd csak később politológia oktatásra, de az messze van a 90-es évek. Szóval én így egyre távolabbról néztem a szakkollégiumot, de hát stúf egy szobában dolgoztunk. A társadalomban is, meg a tanszéken is, amíg el nem jöttem. Úgyhogy minden áldott nap értesültem erről is. Eleinte még így jártunk le az egyetemről a kollégáimban, a haverjaimban, meg látom, hogy az ita is így tartottunk ki az alkalmi a alkalmi előadásokat a kollégiumban. És akkor jött a nagy fordulat, hogy átköltözhetnek és meg, meg az egészet meg megoldhatják a, a saját autonómiájukat ebben az új épületben. És az iszonyú várakozást keltett mindenkibe, abban az 54 ember azt hiszem annyian voltak összesen hogy hogy hát ez, ez, ez tudod ez olyan mint a mint a, a föld felfedezésének valami fontos momentuma vagy nem is tudom mit mondjak egy kicsit meg kell igazítanom a... Úgyhogy én ebből már, már azt gondoltam, hogy ez a stúf, meg az ormánik biznisz, ez az új korosztály, hogy hát én ezt távolról fogom nézni. De azért a, az István meg az öregek ragaszkodtak, hogy legyek ott az alakuló ülésen. és ennek a történetét már annyian megírták, hogy nem szívesen mesélem el, mert legalább 5-6 változatban láttam nyomtatásba, Pünkösdi kezdve, szóval elég sokan megírták, hogy nekem sikerült ezen az alakuló ülésen, ott az Orbánnal annyira összevesznem, hogy utána két évig besetettem a lábam a kollégiumba, úgyhogy... A, ezt, aki akarja, elolvashatja a Pünkösdinél, de a másoknál is ezt annyi szó. Hát ugye ezt látta 50-60 ember, és akkor ugye dühömbe azt mondtam a Viktornak, mielőtt rájuk vágtam az ajtót, hogy látom, hogy ezt az országot nem menti meg az Isten se attól, hogy ne legyél te itt egyszer miniszterelnök, de ha az leszel, akkor ne a stúfot, meg engem akasztatok elsőnek, mert mi még tudjuk, hogy tikik kik voltatok ezzel. Tudj, csuktam be az ajtót ott 83 őszén, a, és amikor 98-ban tényleg miniszterelnök lett, akkor 15 év után hirtelen rengeteg embernek eszébe jutott, hogy hát ez az idióta kéri. Már akkor az első sorbának ezt mondta. És De egyébként ez, ez egy ilyen spontán gondolat volt, vagy vagy mi, mi alapján? Ezt Annyiszor meg kellett megmagyarázni. Egyrészt láttam, hogy ebben a gyerekben különös képesség van ahhoz, hogy egy ilyen közösséget ja. a saját meggyőződése ellenére is maga alá gyűrjön, és akkor irányítson. Tehát ez, hogy, hogy ennek a verbális, adott, verbalis adottságai egy ilyen helyzetben, hogy verhetetlenek. Másrészt ezt az erőszakosságot, hogy nem kíváncsi mások véleményére. Tehát, hogy addig csinálja, amíg a többség meg nem adja magát, hogy jó, hát neked van igazad. Most már tudjuk, hogy a Karmelita korostorban ki írva, tudod, hogy minden mérkőzés addig tart, amíg meg nem gyerjük, mm. meg minden. Úgyhogy hát... Meg hát a, a régi Pál Dániel könyve szerintem a legfontosabb a Viktorral a győzelmi kényszer, Aki szeretné tényleg megérteni, hogy milyen normán Viktor a annak az kell elolvasni ezt a régi. De egyébként társadalmi. ugye 83-ban és a következő években, a, akik ott voltak a kollégiumban, a, ti gondoltatok arra, vagy akkor talán nem voltál ott, de ez a társaság, hogy hogy egyébként ez a rendszer meg fog változni, vagy belátható, hogy Igen. megváltozhat. Mert ugye én akkor ugye még gyerek voltam, vagy gimnazista, és nem, mond, nem tettek olyan kijelentésre a társadalom, mit gondolt, de nekem az, az az érzésem, az az emlékem, hogy azért nagyjából a többség akkor azt gondolta, hogy az életét ezek között a keretek Igen. között fogja leélni. Mi a kettő között voltunk egyrészt, főleg, hogy, a, hogy az Itával történt házasság 82-83-tól kinyitott nekem egy olyan közgazdasági ismeretrendszert, amiben tudtam róla, de nem voltam elég mélyen benni ez a kornai probléma, meg az összes több, tehát a kritikai közgazdaságtan. Ugye az itt révén egy-két év alatt sokkal többet megtudtam a rendszer menthetetlenségéről, mint amit előtte csak politikailag tudtam, így most már gazdaságilag is tudtam. Másrészt nekem is ez volt az érzésem, hogy amíg mi élünk, ebbe, fogunk, ebbe, ebbe a válságba jutott rendszerbe fogunk élni. Aztán 80 4-85-ben kezdett, hogy Úristen, ez nem is fog tartani évtizedekig, lehet, hogy csak 10-15 évig tart. És amikor a Gormacsom megjelent 85 tavaszán, akkor így fölélegeztünk, hogy hát akkor ez most föl fog gyorsulni. Tehát akkor, amit mi azt gondoltuk, hogy eltart még egy nemzedéknyi ideig a lebomlása, ez lehet, hogy csak egy évtized lesz. És akkor a, itt kezdődött kiéleződni a konfliktus ővelük, amik megtartották 85 nyarán az első nyári táborukat. Szem, szarvason volt. igen, igen. igen. És abban ott van a kövér előszava, a kövér nyitószava, hogy hát akár tetszik, akár nem, előbb-utóbb mi leszünk ennek az országnak az irányító és erre kell felkészülni. Hát ez a küldetés tudat már Igen, jelen volt. Várján és nem, és nem. ezt én még erősítettem is, csak másképp, mint ők. Mindjárt elmondom miért. Megtaláltam most nemrég egy Szájer Józsi levelet, 81. szeptemberben egy szép hosszú levelet írt nekem a Józsi, hogy hát figyelj, van valami, amit csak te tudsz itt megoldani. Mindig az volt, hogy az elsősök fogadása, hogy mire ezt készüljenek, hogy Igen. Azt tényleg tíz éve mindig én csináltam a kollégiumban, hogy megjött az új első évfolyam, és akkor az első év az, hogy... És akkor ez a nagyon szép, hosszú Józsi levél, olyan szépen írt egyébként, és meglepődtem ezen, hogy gyere már vissza, szóval most már hagyd már abba ezt a sértődést, és akkor megjelent a, a két lány és a, a, tünde, meg az ancsa, hogy, uh -huh. hogy most már elég volt ebből a sértődésből, és hogy legalább velünk a végzős évfolyamban, melyikét ők voltak az utolsó csoportom az egyetemen, akiket tanítottam állami és jogelméletből, tehát őket még ismertem, ők a Viktorék fölött jártak, és ők elég nagy erővel elkezdtek engem újra a kollégiumban. És például kitalálták azt, és erről van is egy nagyszerű oklevelem, ezt ők csinálták, a Józsi, az Ancsa, a Handó Tűnne, meg a többiek, egy ilyen szép magánok hogy hát mi mindent köszönhetnek nekem, látod, elhozhattam volna igen, egy ilyet, igen. hogy megmutatni. És azt találták ki, hogy az ő évfolyamok, amikor búcsúzik, ez 85 5 évesek, lesz egy ballagásuk, ilyen karácsony körül, azt már búcsúztassam én. Ez meglepő volt, mert mégis a stúf az igazgató, meg, meg, volt már egy kialakult struktúra, amiben én nem szóltam bele, és hát akkor elkezdtem visszajárni, ez a 85 össze, részben ezt az elsősök fogadását intézem el, akkor azt komolyan vettem, és akkor ez, hogy a Józsiék búcsúztatása, hogy akkor lett először egy olyan évfolyam a kollégiumban, akik már végig a Bibó kollégiumba jártak, hogy akkor ez más, mint az egyetemről való ballagás, hogy ennek Igen, tartsam Igen. a beszédét. És hát tartottam egy elég nagy beszédet, amit síri Csönd fogadott, hogy hát ez az ország, ez recseg, ropog, ez a rendszer recseg, ropog, nem tudni, hogy három-öt évig tart a válsága, vagy tíz évig tart a válsága, de ilyenkor mindig jobb a legrosszabbra főkészülni. Nektek itt, akik most végeznek 85-ben, a dolgotok az, hogy minél jobban főkészüljetek az újjáépítésre. Ez az összeomlás, ez nem a ti összeomlásotok. Arra vigyázzatok, hogyha jön a, a rendszer totális válsága, nem maradjatok a, a romok alatt, meg a tehát nektek mindenképp az összeomlás ki kell kerülni, nektek az összeomlás utáni időre kell készülni. Most ez nem feltétlenül egy ilyen gyertyás, tudod, ilyen gyönyörű minden egy ilyen igen. szép szakrális rendezvény volt. Síri csend volt, és Józsi az ő nevükbe kiment, megköszönni a beszédemet, és a következőt mondta. Laci, nagyon köszönjük. De egyszer Magyarország háborúba megy, de te búcsúsztasd a <laughs> csapatokat a frontra. Na szóval ez a te kérdésedre, hogy én éreztem, hogy jön a válság, tudtam, hogy jön a válság, idődimenzióban nem tudtam gondolkodni. Azt hittem, hogy a szovjet visszavonulás, miután az egész orosz történelem csak az erőszakból és a foglásból áll, hogy nagyon hosszú lesz, nem tudtam elképzelni, hogy egyetlen év alatt kitakarodnak. Szóval nekem a, a 85-86-87-es tudásomban nem fér bele 89. Igen, igen. Hogy így omlik össze. De csak mindenütt. az idődimenzió volt, ami... Igen, az, előtt, az, hogy előtt, ez előtt, már nekünk volt. nincs közünk, és ezt kell sietetni mindenütt. Hát ugye az ITA értemszerűen részt vett, tehát ő volt a közgazdasági szemlefelelő szerkesztője, neki volt fél év munka kiárni a fordulat és reform megjelentetését. Tehát ő akkor volt, és hát ez 87 júniusban jelent meg egy külön számként a fordulat és reform, biztos tudod, hogy mi az egy Abban itának elévőhetetlen érdemei voltak, hogy három-négy hónapon keresztül alkodoztak a pártközponttal, és csak úgy engedte a pártközpont, hogy a a fordulat és reform elé kellett szerezni néhány akadémikusnak ilyen kritikai megjegyzéseket tett hozzá, nem szívesen tették egyébként, de megjelenhetett, és háromszor kellett utána nyomni. Szóval a közgazdasági szemlének az a példány, ja, kb. 50 ezer példányban jelent meg, el tudod azt képzelni. Tehát, hát. tehát nyilván, hogy Onnét, és akkor az itt a 88. januártól, egy a pénzügykutató RTV alakul, akkor ő is átmegy az RT-be. Tehát volt egy ilyen folyamatos ismeretem a, a válságról és a válságról való, való forgatókönyvekről, mert egyrészt, amikor a fordulat és reform első nyersanyaga volt, és a posgai megrendelése miatt elvileg a Néfranc székházba kellett volna meg, megvitatni. 86. decemberben erről vannak jegyzeteim. Pusgai nem jött el, hanem Nyers Rezsőt kérte meg maga helyett a, a, vita levezetésére. És akkor ez volt az első olyan, hogy szélesebb között ért, arra, ami már számizdát formába kerengett az országban mindenit. És akkor ott maradtunk 10-12-en, Gossányi Kati, Farkazzoli, Baló, Vicsek, kik még? És akkor a lengyel azt mondja, hogy hát ti újságírók meg meg a fordulat és reformnak a média mellékletét, mert ugye ez közgazdasági volt. És akkor leültünk ott a Vassaba szobájába, akiről hát meg volt a véleményem, hogy az kicsoda, micsoda. És akkor 12-en csináltunk egy ilyen vázatot, aminek a nyilvánosság reform, és ez volt a nyilvánosság klub első ilyen, és ilyen Hirschler Ricsi, aki akkor a HVG főszerkesztő volt, ő volt a főső kapcsolatom, és szétoztottuk a munkát, és nekem jutott a rádió és a TV reformjának a fölvázolása. Már fogalma nincs miért, illetve tudom miért, mert, mert 85 őszén már a Miskolci TV Fesztiválon tag voltam, és akkor megismerkedtem a tévéhezetőket. És akkor jött a Ricsi mindig a társadalomban, na mi van a vázlattal, mert akkor elkészült egy ilyen melléklete, hogy a nyilvánosság reformja, ebből aztán elvittek a nyilvánosság fele minden. Úgyhogy ma akkor elkezdtem többé-kevésbé ebben az egész köztes mozgalmakban, hogy napi módon részt venni. És a társadalomban ezzel nem voltam egyedül, mert hát a, a Schmidt-Péterék csoportjában el tudott képzelni azt a csoportot ott a, a szociálista politikai rendszer reformjába Egy szobában ül mondjuk Fellegi Tamás, Pokol Béla, Szoboszlai György és Bánlaci és a legkülönbözőbb mm. emberek, ha belegondolok, hogy, hogy meg Forgács Imre, aki Igen. az új, a bajnai kormányban ilyen igazságügyi és belügyminiszter volt, ők egy szobában dolgoznak ott a Felegivel, meg a Bállacival, szóval hogy hihetetlen tarka csoportok vettek részt ezekbe a reformokban. tudod? És akkor a lengyel mondta, hogy csináljanak a politológusok is ilyet, összegyűltünk a Bihari szobájába, és ez lehetett 86 nyarán, 86 őszén, hogy akkor ott is ugyanaz a 15-20 ember, mint mindig. Papzsócs lett, Gombárcsaba, Gazsó, Stumf, tehát Szél János akkor még élt. Szóval. És akkor azt hittük, hogy szétoztjuk a munkát, hogy hogy legyen, mert hát azért a fordulat és Reformat a Bokros, Surányi, Antalaci, Lengyel, Matolcsi, ki volt az ötödik? az, az úgy szervezte meg, hogy ebbe azért egy 150 ember részt vett. Szóval ez a gyakorlatilag a közgazdász garnitúra színe jelva. Azt hittem, hogy itt is az lesz majd, hogy mi meg így oldjuk meg a politikai rendszert, és ennek a beszélgetésnek a végén a Misi között a jó, Hát akkor néhány hónap múlva ezzel kész lesz. És így néztünk a Pap a egymásra, jöttünk le, hogy mi mit, mit keresünk. Uhum. Nem is kérdeztem, Misi, hogy, hogy hogy akarunk-e ebbe érni, mert részt venni, hanem hát ő majd megéri és majd legfeljebb megjegyzéseket főzhetünk hozzá. Úgyhogy nekem akkor ment el a kedvem a, a politológus. Igen. Most egy nagyot fogunk ugorni Persze, a csak, máig, mert... De a... ebben izvettek valamilyen Igen. módon azért érdekes erről beszélni, hogy gyerekem ez a közegem, meg közben végig ez a kövér, meg az Orbán. Igen, a kövér Igen. rögtön oda kerül hozzánk kutatásszervezőnek, majd mondom is miért, ez 85. És az Orbán meg két-három nagyon jó tanulmányt írt. Tehát ahogy elkezdtem visszajönni a kollégiumba, kiderült, hogy... Uram, atyám, ez az ember teljesen más. Hát ezt az ancsa teljesen megnevelte, nem csak a kövér. Egy szeretnivaló, kölyök, együttműködő képes, hihetetlen, világos eszű, nagyon gyors eszű kölyökkel találkoztam, akivel élmény volt beszélgetni. És akkor adtunk munkát nekik. Például először a szakkolégiumi szocializációt ezt a kövérrel nagyon jól megírták. De apám a 85-ös választásokról, ahol lehetett ugye már kettős jelölésről, Én. Ott a Viktor, ott volt a Mogürt székházban, ahol a Bauernek a jelöltségét kinyírták, és egy eszméletlen jó tanulmányzik. Merre néznek ki. a 80-as évek, évek, évek. évek, És a Viktort utána még két ilyen dologban is próbáltam ilyen esettanulmányokra, átfogó munkákra használni, és egyiket jobban megírta, mint a másik. Úgyhogy mi 86 őszén előtt terjesztettük, hogy oda jöjjön a csoportunkhoz. És máig nem tudom, sajnos azért már régen meghalt ehhez, hogy tudjam, hogy mi volt ennek a hátterében, de húzták, halasztották, Viktor 87. februárba végzett. Igen. Tehát idő lett volna és ugye akkor már ott volt Stumf, ott volt Kövér meg nem mondok másokat a csoportból, de nagyon érdekes volt ez a... Altern akkor már az alternatív mozgalmak kutatásra álltunk rá teljesen. Igen, civil társadalom. Civil társadalmak. Csináltunk is egy ilyen havi fórumot, már 84-től, és akkor a Kövér a koordinátora, hogy 85-ből jött, hogy a kutatási pénzt arra szántuk, hogy az egyes mozgalmakat megkértük, hogy a saját szocializációikat, meg csoporttörténetüket írják meg. Ezért használott a Békemozgalom, a Dialógus, a 4-6-8, a Vegakör, a, a Dudakör, a, akkor vidéken is találtunk ilyen mindenféléket, Szentesen, meg, meg, meg meg Miskolcon, meg az interdisziplináris diák Tehát el nem tudod képzelni, próbáltuk lázassal föltérképezni az országban az összes ilyen magát civil körnek adó, de hát nagyon is komoly politikai struktúrával rendelkezőt, és akkor lett egy ilyen board, egy ilyen havonta összejáró 15 fős bord, ahol például a Sólyom Laci volt, aki a környezetvédőket képviselte, mert ő akkor az volt. A Szabó Máté volt a, ennek a krónikása, aki később biztos találkoztál vele uhum. a magyar politológiában, mert nagyon jelentős. Ő, ő, írta meg ezeknek a köröknek, meg, meg az első két év kutatási tapasztalatainak, akkor ki volt még itt például nagyon érdekes, hogy ennek a történeti szálát egy Szabó Miklós nevű történész ismerte legjobban, aki az sds -nek, nek a, a egyik ezt, legnagyobb stratégiája volt, és ő volt ugye a, a repülőegyetemnek igen. a, és amikor ezt úgy megtudtam, és beszéltem, hogy hajlandó lenne ő is eljárni ezekre a csoporttalálkozókra, akkor azt mondta, hogy hogyne, nagyon szélesen, is elmeséli, hogy melyiknek mi volt az előképe a két háború között. És akkor le kellett adni a kintről bejelvőknek a névsorát a társadalomban a portán. És hív az igazgató, az acél alatt volt még két igazgató, és a Halai Tibi hív, hogy te látszik, ez a Szabó Miklós, az az a Szabó Miklós, nem hát mondom, kire gondolsz Tibor? Hát a, az a híres ellenzéki, akinek a lakásá, meg minden. Mondom, biztos, de én nem ezért hívom, hanem hogy ő ért a két háború közötti civil társamhoz. legjobban. Szóval én nagyon az, hogy ez az ember betegye az intézetbe a lábát. Mondom, Tibor, engem az a része nem érdekel, engem az a része érdekel, hogy ő írt hozzá a legjobban. Jó, hát ha te azt mondod, és garanciát, akkor, kéz, akkor rendben van. De <síns> a jótékony szemek azért ott voltak a kutatás körül is, hogy azért ma már ez egy elég tarka világ, ha belegondolsz. És akkor ebben a szakkollégiumi projektet az Urbán Laci képviselte, aki a Rajknak volt. És ide is írtak a Viktor is, meg a Kövér is nagyon jó tanulmányokat, úgyhogy ehhez gondoltuk mi fölvenni a Viktort kutatónak, mert ő akkor már nyakig volt, három éve már az, a szolidárnassal törődött. És voltak többször Lengyelországban, voltak közvetlen kapcsolatai, és mindegyikünk tudta, hogy ő erről írja a szakdolgozatát. És ott a Samu Miskát rávenni 86 végén, hogy figyelj, Miska, tudjuk, kockázat, de ez a gyerek nagyon jól megírja, hogy nem kell keresztbe tenni neki, hogy ő viszketett, hogy hát jobb lenne ezt csöndbe tartani, meg hát akkor ne innen ti legyetek, hanem akkor kintről a fellegi legyen a konzulens, aki csak félig a másod másodállású az intéz, a, a tanszéken. De le voltunk döbbenve. A Viktor akkor volt 23 éves, írt egy olyan százoldalas dolgozatot a szolidaritásról, mint példa, hogy egy monolit rendszert nem lehet föntről kikezdeni, se leváltani, csak alulról a civil szerveződések segítségével lehet, és egy a civil szerveződéseknek először meg kell teremteni a saját társadalmi bázisokat, és akkor azon a bázison lehet politikai bázis, és akkor alulról Keríti be, és akkor erre a példát levezette a Szolidaritáson, Igen. hogy hogy született és meddig jutott 86-ig. Hát épp akkor oldották fel ezt a más mert ugye be volt írtva a Szolidaritás, de a Viktornak a Szabó Lajos Mátyás révén voltak személyes kapcsolata, és a Stumfa felegével voltak többször is Lengyelországban, és szerintem ő még a Michikékkel is, meg másokkal is kapta. Ba, szerintem 30 Hét év után? Mennyi év után? Ezt a szakdolgozatot minden este úgy, ahogy van, a, a, a vállalhatja, főleg egy 23 éves Orbán. Nem is hinnéd, hogy ezt egy 23 éves ember írja, és az a politikai éles látás, ami 86-ban már megvolt a Viktorban, hogy ez a rendszer például így is meg fog bukni. Tehát levezette, leírta neked századalon keresztül, hogy megmondta volna, hogy meg fogtok bukni, tudod? Igen. Tehát mondjuk ez kellett egy ilyen jogi egy ilyen tanszék is, ha lesz megletett. De figyelj, mindent elolvasott a gyerek hozzá, nagyon komolyan mondom, ha egyszer van időd, érdemes egy órát rászállni erre a szakdolgozatra. Én Orbán Viktora ma a miniszterelnöke feltétlen elolvastatnám, főleg azért, hogy ez az őrült Fidesz mánia a civilek ellenesség, ez a, ez a beteges félelem a civilektől, de a kisapám, neked kéne legjobban tudni nézd meg, hogy mit tudtál te erről, és mit gondoltál ezelőtt három és fél évtized, és hogy van pofád neked most ezt az útvaros hazugságot előadni. Szóval oda akarok kiukadni, hogy a 85 utáni kapcsolatom ezzel a sértődés Igen. Igen. után, hogy rájuk vágtam az ajtót, egy más típusú lett, hogy én már a kutatói utánpótlás néztem belőlük. Nekem nem voltak ilyen politikai ambícióim, de miután az első négy-öt évet nagyon jó politikai szocializáció csoportot hoztunk össze, négy-öt kötetnyi publikáció lett belőle, én például Hollandiában 82-ben írhattam az első átfogó tanulmányt a magyar politikai szocializációra. Ennek a magyar változata másfél évig halódott a társadalmi szemlénél. Tehát itt állandóan ráültek, és Benke Valéria, akivel sose találkoztam, mindig üzengetett, hogy mit kifogásol benne. Szóval mi ezzel a mi sikeres politikai szocializáció kutatásunkkal hihetetlen hamar kapcsolatot találtunk a kortás német, holland, majd amerikai, angol csoportok, hogy, hogy 87 ünket már rendszeresen hívtak nyugati konferenciákra, és tehát tudtam magamról, hogy ilyen kutatásszervezőnek, meg kutatásstratégiának alkalmas vagyok, és hát nagyon jó kiegészítettük mi ott egymás néhányan, a, a stúf, meg főleg ebbe a szervezeti apró munkába, és akkor ebbe be lehetett tagolni így egyenkét őket, hogy a kövér már ott volt, amikor a kövér elvitték újra a katonának valami rejtés, okból akkor a feleségét, a marikát lehetett a helyére fölvenni, és lenyűgöző volt a Marika, a kövér által ellátott munkát egy hét után tudta fel, pedig ő bölcsész volt a Beck Marika, és az első kötetet, amit írtunk közösen, ez a változatok az adaptációról, ezt Vámos Tibor akadémikusnak köszönhetjük, hogy ezt megcsináltok, meg az Acélnak, hogy összehozott velük. Ebben már a Marika írja, a magyar modernizáció legfőbb az idegen nyelvtudás hiánya. Hm. Szóval csak azt akarom neked mondani, hogy nekem már 85-től nem a szakkollégium volt érdekes, hanem a a Föld került kutatásra, alkalmas, kutatásra képes személyek, mint utánpótlás, mert én akkor azt gondoltam, hogy szembe azzal az ortodox magyar politológiával, amit főleg a Bihari képviselt, hogy csak az intézmény, csak a hatalom, tudod, ez a mániájuk, ez a, ez a német orientációjuk, fogalmilag nagyon tiszta, és minden, mint az almáriumban a helyén van, a több pátrendszer, a hatalom megosztás, az önkormányzat, úgy, úgy tudod, ilyen hmm. szép. A MISIN igazából ezen az easton Dennis féle rendszerelméleten nevelkedett, ami a 70-es évek amerikai politológia, és én ezt nagyon untam a tanszéken, és ezért is jöttem el, mert ez nekem leszegényítette a politika sokszínű világát, és amikor én meg állandóan azért jöttem, hogy a politika kultúra is, magatartás és szocializáció és akkor megkaptam ezt a kutatást a gazsó miatt, mint kiderült, előtte se Gombár, se Bihari nem vállalta ezt a politikai szocializáció kutatást, és mert hát öt év alatt meglepően sokat kihoztam belőle, akkor azt gondoltam, hogy az én dolgom még egy öt-hat év, hogy, hogy egy ilyen alternatív politológiának megteremteni, a, ha már van intézményi hátterünk, ha már van kutatási hátterünk, és amúgy is ez a része egyre érdekesebb, ez a, a, rejtett örökség a politikai kultúrában minden, úgyhogy viszonylag hamar szembe kerültem a politológiai mainstream, és azt gondoltam, hogy a szakkollégium egy nagyon jó ilyen, káder Fejlesztő háttér. Ehhez és nem csak a Viktor, nem csak a kövér, többen is írtak ott nagyon nagyszerű tanulmányokat a különböző kutatásokban. Úgyhogy mi 85-től teljesen átálltunk ennek az alternatív világnak a kutatására, és én elfogadva lényegében párhuzamosan, amit a Viktor mondott, hogy majd innen szép lassan. Tehát az lesz a válság, hogy megerősödik egy ilyen civil szféra, és akkor az majd bekeríti az egy pártrendszert. Hogy azt gondoltam, hogy nekünk meg eddig ebbe a hosszú évtizedben még ez lesz, nekünk ez lesz a kutatási téma. És nem vették oda a Viktort, és nem tudom, hogy ki lépett közben, csak annyit tudok, hogy a Gazsú egy idő után azt mondta, hogy hát tudod, volt itt olyan kollégánk, riválisunk az intézetben, még azt mondta, hogy nem kell a kériék csoportjának ennyire erősnek lenni. Szóval nem tudtok oda venni a Viktort, és akkor ez összeérett lassan ezzel a 87 ugye először a válság onnan van, hogy miniszterelnököt cserél Kádár János, Grósz Károlyra, aki megpróbál dinamikusan viselkedni 87 őszén, de hát ebből csak a válság elmélyítése lesz, és akkor 87 őszén hirtelen berobbannak a dolgok lakitelek, Megjelenik nyáron a társadalmi szerződés, ugye 87-6-os számban megjelenik a, tá, a, a fordulat és reform, tehát hirtelen a rendszer monolit és nehezen mozdítható mi volt, tehát egy eszméletlen szellemi söprés veszi, körül, ahol mindenki készül az újakra, és hirtelen mindenki átpolitizálódik, és természetesen a kollégium is. A 86-ban van például egy Bibó kiállítás a kollégiumban, amit a Józsival együtt nyitunk De. meg, emlékszem, és az egy nagyon szép tett volt. Akartál többször Közben kérdezni, csak el akartam jutni a Fidesz megalakulása előtti folyamatoknak meg erre a sokágúságáról, hogy a, a kollégium sem pusztán kollégium volt, Bilagos. hanem egy olyan szellemi műhely, honnan ki lehetett csapódni, tehetséges embereknek, és hát miután a rajkosokkal mindig megvolt a kapcsolatunk, mióta ez a szocializáció kutatás folyt, rendszeresen jártam az Attila hívására a rajkba is, úgyhogy én is ismertem jól a, a Urbán Laci Körösényi, Spéder, Spéder, Zsolt többieket, úgyhogy és akkor 87 őszétől az első lakitelek után nagyon földgyorsulnak a dolgok. És ugye 88 tavaszán alakul meg ugye a Fidesz. Igen, egy és e tavaszán. akkor ugye, ha, ha, más nem azért is, mert ugye ott a Marika és a Stufa, még mindig egy szobában vagyunk, hallom ezt az előkészületi folyamatot, és próbálom hűteni őket, és az az első éles konfliktus a és kellési gyormánékkal is, hogy maradjatok már, segjetek el, hát nyilvánvalóan meg fog bukni a kádár ezen a májusi kongresszuson, nem bírjátok ki addig, teljesen fölösleges hősködni, és fölösleges mártét csinálni magatokból, ezt a néhány hónapot kéne kibírni, és akkor 88. januártól emlékszem, hogy ez a állandó vita, lépni, nem lépni, nyilvánosan kilépni, szerveződni, vagy, vagy megvárni a... És én azoknak a pártján voltam, és hát akik körülöttem voltak, őszintén a mindenki, tehát a Biharitól a Gazsúékig, a Papzsolték, Gumbárék, hogy nyugi-nyugi, nem kell itt elkapkodni. Megy ez most már magától is, és Busod, és a, most a, de az időkit igazolt ebben a vitában? Aksz, a, e, ezt én többször szembenéztem ezzel, hogy a, az igazán éles konfliktusokban a Viktor és köztem mindig a Viktornak lett igaz. -e ebben a helyzetben is, hogy én tényleg szinte az utolsó pillanatokig könyörögtem, hogy halasszák már ezt egy-két-három hónappal. És amikor jött a a Dicházi Berci, akit mi nagyon jól ismertünk, és az Zita egyébként is jóba volt vele, mert az itt való előadása miatt tiltották ők annak idején a szereplést a 80-ban, az a, a 405-ös kör az volt az egyik ilyen a, a Martos Flóra kollégiumban, és a Berci Velezé aztán jóba voltunk később, és ő találta ki egyébként ezt a, rendezvényt, amire a Fidesz megalakulása lehet. Igen, igen. Ő egy ilyen alternatív szociáldemokrata ifjúsági kört akart, és ebben még a kövér is el egyetértett. És aztán így is mentek oda, és a Pisti mondta, hogy hát jöjjünk már neki segíteni, mert lehet, hogy itt valami nagy balhé lesz, hogy nem biztos, hogy ő ezzel egyedül el tud bírni, még mindig ő volt az igazgató. Igen. Igen. És hát mondtam, Pisti, ilyen meg, amit főztél. Hát én már annyit próbáltam nektek mondani, hogy maradjatok a segeteken egy-két hónapot, hogy már nem, ha nem, hát nem, hát akkor viseljék a következményét. De mondom, megvárunk, és akkor már nem tudom, hol vagy a békéséknél, vagy a kiskakukban, valahol ottan, tudom, ültünk, a vártuk a Pistit, hogy, hogy, hogy akkor mi történt, és akkor Megjött, leroskart, azt mondja, hát nem tudtam megakadályozni, hát megalakították, és mit, mit alakították és az Nem is tudom, valami fikusz vagy fiszesz, vagy nem figyeltem oda még, de hát ők most mentek tovább a kisrablóba valami nemzetközi sajtótájékoztatót tartani, és hát és ott, akkor mi? Hát az, az a gond, hogy erről nagyon nehéz lesz nem azt mondani, hogy ez egy nyílt politikai szervezkedés, aminek nincs meg még az alkotmányos alapja, és hiába mondjuk itt a kukóval nekik, hogy majd lesz új pártörvény, meg új egyesületi törvény, meg új gyülekezési szabadság, meg minden, mert azért ezek készültek már. Igen, De nem tudom, mennyire igen. tudod, hogy a, a Bihari... Ö, reform és demokrácia csomagja azért a pozsgai révén az, az, az elég, elégében. Meg, meg, a Kulcsár Kálmán, mint meg a, kúcsár. Hát aki egyébként a mi tanszékvezetőnk volt a szociológiám, tudod, de, Tehát, mert nekünk kettős tanszékünk volt ám és miért ez a sam, és a, mi tanítottuk szociológiát, és a politikai és jogszociológiát, ott meg a Kálmán volt a, a tanszékvezetőnk. Tehát, be minden, de ez, hogy, hogy nyíltan politikailag is fel kell lépni, én ezzel nem értettem egyet, mert azt gondoltam, hogy ti túl kisfiúk vagytok az, hogy benneteket elég könnyű pofán vágni. Hogyha ezt a kis csinálják, akkor babrásabb a dolog, mert tudják azon a nemzetközi nyilvánság, de titeket nem ismer még senki, titeket könnyű lecsukni is. Tehát én attól tartottam és hát a Pisti is feszengett, hogy mit fog majd vasárnap elvédni az apósának Igen. mondani, tudod? úgyhogy. Igen. Ezek... Most ez nem tudom, hogy mindenki tudja, tehát ez az apósá, ugye akkor a belügyminiszter Akkor, volt, a akkor belügyminiszter volt éppen, Igen, úgyhogy, Igen. úgyhogy ö, utólag ezek ilyen buhózatnak tűnnek, de azért nem volt ez olyan egyszerű. Megalakult a Fidesz és akkor egy hétre rá egyik reggel ilyen izgatott telefon, azt hiszem egy pénteki nap volt, Dicsházi Berci hívott minket, hogy otthon vagyunk, hogy igen, hogy hát gyorsan el akar jönni hozzánk, mert kaptak ők öten ilyen behívót az ügyészségre, igen. hogy be akarja mutatni, hogy most mit csinálj. És akkor beállított Dicsházi Berci, elolvastam, hogy Hát ilyen, nem volt világos valami, beszélgetésre hívják Igen. őket. Szóval nem volt megjelölve, hogy, hogy hogy gyanúsított, vagy micsoda. És akkor nézem, hogy aláírás Kovács Attila százados, vagy főhadnagy a politikai ügyészségen is. Szóval mondom, szerintem ez az az Attila, aki még 5-6 éve velünk focizott, ugyanígy hét végéken a... Szerintem ezt ti ismeri. Ja nem, ők nem, de hát a Viktorék. Hát mondom, itt van egy telefonszám, fölhívjuk. És akkor fölhívtam, és akkor mondom, ki vagyok, és mondom, Attila, te az a Kovács Attila vagy, ugye? A, szőke szőkes rác, az mdk s Kovácsnak az öccse. A, azt mondja, igen, persze, hát én is, persze, tudom ki vagy, mi, mi. Mondom, te hívtad be ezeket a srácokat? ja, Jaj, azt mondja, ne is mond olyan kínos ez az egész, hogy valamit kell nekünk produkálni. A nyíl is annyi nem meri vállalni, az a legfőbb ügyész helyettese volt, és ezért rám tolta az egészet azzal, hogy ijesszünk rájuk, de semmi balhét ne csináljunk. Szóval mondom, pénteken délutáni meccsre akkor kint lesznek a Viktorék, hogy nem lesz semmilyen, hogy bentartani vagy sem. És akkor mondja, nem, 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 semmiképpen nem tartjuk itt őket, csak megpróbáljuk rávenni őket, hogy hagyják abba a szervezkedést. hát mondom, hát az nem lesz könnyű, mert szerintem, hogy én ismerem Igen, őket, ha már elkezdték, nem fogják abba hagyni. Azt mondja, hát akkor valami új kör lesz, de az már nem az én szintem. Hát akkor mondom az Attilának, vagy hogy, hogy a Bercének, hogy figyelj, menjetek be nyugodtan, haza fogtok ti jönni, de változatlan az az érzésem, hogy kivárhattátok volna a Kádár bukását. Szóval volt ez a... Ők március 31-én alakultak meg. Kádár 8, meg május 22-23 így bukik meg, tehát Igen. majdnem két hónap van közötte. És vérszemet kaptak, mert ennek a rendőrségi figyelmeztetésnek és az ügyészségi behívásnak ilyen rövid sajtóközlemények Magyar Hillabban Igen, meg Igen. volt kurva nagy népszerűséget hát igen. hozott nekik. Igen. Elkezdtek országszerte özönleni erre föl a saját korosztálybeliek. Tehát állatira visszaeresült el ez a nagyon bágyat, nagyon vérszegény igen. Igen. kívülről. A kövér szereti ezt demonstrálni, hogy őket szutyogtatta a rendőrség, meg minden. Hát azért ez egy erős túlzás az ebből ilyen mártériumot faragni, mint amit utólag tesznek, mert a kádár bukása, később nem tudom kinek vagy az acél Igen, már abban a pillanatban azért nyilván senki nem tudhatta, hogy pontosan, hogy, hogy milyen következményei lehetnek egy Ugye, elépésben. nekünk akkor acél volt a az igazgatónk, és egész a májusi párt értekezletig PB tag volt. És mm. akkor lázasan faggattuk mindig, hogy Gyuri bácsi volt szó Fideszről PB ülésen, azt mondja, jaj, ne is mondjátok, nem beszéltek, de hát elnapoltuk, és próbálta a fejt is, meg a grúz is sűteni, a kádár az nagyon türelmetlen és nagyon ideges, és a a Gross és a fejtés is azt mondta, hogy kádárártás, hagyjuk őket békén, mert még rámert a párt értekezlet, és már elvetjük a súlykot, és rákap a nemzetközi sajtó, akkor ezt fogják domálni, De én később nem is tudom, ja még a, aki PB ülésen ott volt, és én elég jó viszonyban voltam vele, még korai egyetemista koromtól, ez egy külön történet, egy Hámari Csaba nevű sráccal elsős egyetemista koromban a jogi kar engem küldött egy ilyen tatai vezetkő képzőbe képviselni a eltét, és akkor a Csaba már negyed éves volt, és azt a gépészkar vagy villamoskarnak volt a kis Talán ott is marad már éppen tanársegédként, tehát őt ilyen 19 éves koromtól ismertem, és ő ilyen, egy bohókás, a, izé ilyen anarchista bölcsész kezelte, ilyen felsimogatva mindig megmagyarázta, me me hogy merre, hány métert, tudod. De soha nem volt ellenséges, és ez a jó viszony megmaradt mindig, amik és ő PB tag lett 85-án, egyszer igen. fiatalként. Úgyhogy miután ott laktunk a Wallenberg utcában, ő a kis KB ott volt az utca végén. Úgyhogy gyakori volt, hogy a munka végén, vagy PB ülés utána a Csaba beállított hozzánk, és hát azt mondja, hogy hát azt mondja, reménytelen ezekkel az öregekkel, nem értene ezek, ezek már semmiből semmit. Szóval hogy mondta, hogy ennyi hülyébbet, mint ez a Gáspár Sándor, meg ez a Szenilis Óvár, és hát a, hát a, Kádár meg, meg már képtelen átlátni. Tehát ugye a részben a csapától, részben az Acétól kétféle irányba hallottam, hogy az azért kurvára idegesítette őket, és hogy én összeraktam az ő heti történeteikből, Ebben a március 31 és május 20 közötti időben a PB ülésen legalább négyszer-ötször szóba jött a Fidesz, és ahogy én összerakom az ő mondandóikból, mindig nem győzték, a, még a, a héják is hűteni a kádárt, hogy nem tudom, melyikük mondta, amikor a kádár követelte, hogy tessék őket ilyen szabad folyást engedni az igazságszolgáltatásnak, Igen. hogy lecsukni hogy a fejti azt mondta neki pvp és egy Kádár Eftás, nem élünk már olyan időket. Hát igen. <laughs> Ez kurva jó, nem? <laughs> és te kbt károd, aki nem volt egy forradalmára. Hát akart, nem. Ő, ő, ő hűt téged, hogy hát nyugi öreg, az, hogy te nem érted semmit az egészből, nem akar arra, hogy miattad itten bűnbakok legyünk. Bocsánat, most a műsorunk már nagyjából letelt, viszont van egy kérdés, amit a Jelenre, jövőre vonatkozóan szeretnék feltenni. Most, akkor tényleg ugrunk már ja, De áramában. persze, de sem, én igen, úgyis csak a Fidesz alakulásáig akartam mert mondani. Mert ez, azt gondolom, hogy ez, az, hogy mi történik, nagyon sok minden érthető, vagy igazából abból érthető meg, ami akkor történt. Uh -huh. Emlékszem arra, hogy talán a mi közösségű műsor, vagy nem, talán egy interjú volt a legutóbbi választás előtt, ahol talán te is ott voltál, mások is, vagy más ilyen elemzők is beszéltek, és ott az volt az egyik alaptétel, hogy akkor még ugye úgy tűnt, hogy valami fajta esélye van az ellenzéknek, ugye 2022-es választás előtt vagyunk, hogy akárki fogja nyerni a, a ezt a mostani választást, tehát ami 2022-ben volt, az rendkívül nehéz helyzetben lesz kor, a kormányon, és ugye valaki aki azt is mondta, ezt talán nem te voltál, hogy, hogy az valószínűleg 2026-ban már nem fog nyerni. Na most azért, ha most, most a fejleményeket látom, most beszélhettünk volna itt a, a friss gazdasági adatokról, ugye, hogy, a, a, hogy esik igen. vissza a GDP, meg az infláció, hogy áll. Tehát azt, azt láthatjuk, hogy azért probléma van bőven. Viszont És azt egyre is látjuk, több, igen. hogy hogy egyre, egyre több a probléma, viszont. A Fidesz stabil, a, a, egyre stabilabb a rendszer. Stabil, tehát, tehát hogyha most arra gondolok, hogy arról beszéltél, hogy mondjuk a 80-as évek derekán, Mit lehetett abból sejteni, hogy ez a rendszer mennyire stabil, mennyire nem stabil? Most mit lehet erre érvényeset mondani, hogy hogy, hogy, hogy a problémák akkor is voltak, válságjelenségek gyülekeztek, akkor nyilván uh -huh. nem volt nyilvánossága, széles nyilvánossága a nyolcadseregben. Most valamekkora van, bár nyilván a úgynevezett közmédia, meg másnak ugye blokkolják ezeket, de azért nyilván érzékelik az emberek, hogy akkor is érzékelték, hogy az infláció mekkora meg a megélhetés, az egyre nehezebb. Tehát igazából a kérdésem, hogy bármifajta jóslatot lehet -e tenni arra, hogy, 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 mi az a szint, amikor már átfordul ez a folyamat, és kikezdi ennek a rendszernek a stabilitását, vagy, vagy itt most nincs esély arra, amit ugye Orbán Viktor a leírt, hogy alulról ilyen civil mozgalmak megképződnek, társadalmi támogatottságuk lesz, és így szépen a rendszert. Ugye mindenkit ez izgat, és mindenki szeretne belőlem is kicsiholni ilyen jóslatokat, és én meg írtózom a jóslatoktól mindig, hogy ugye a jövőre vonatkozó tudásunk az sokkal korlátozottabb Igen. még a múltnáról való ismereteinknél is. én azt látom, hogy intézményi szinten, tehát egy piramidális képződménykét fogom föl a társadalmat, aminek van egy főső intézményi szintje, ott halatlan, stabil, megmozdíthatatlan és kirobbanthatatlan a Fidesz. Yeah. <laughs> Középszinten a társadalmi koordináció nem politikai szintjein már labilis, mert a kulturális élet homogénia azért vívja a harcot, és Jó. szerintem azt el fogja bukni, mert nincs hozzá elég embere, nincs hozzá mondandója, csak fenyegetőzni tud. No, az önkormányzatokkal való háborúját ugyanígy hosszú távon halott ügynek képzelem, mert az, hogy megbüntetek egész városokat, mert nem rám szavaztatok, hát az, az, az egyszerűen hazárulás, akárhogy nézem. A gazdasági szinten ez a a kalandorkodás, ahova bejutottak, hogy dupla vagy semmit játszanak, és egy gyártó kis üzemé akarják az országot tenni, ez szerintem meg fog bukni egy-két éven belül. Ezt nem is lehet csinálni ezzel az országot. Tehát fönt intézményi hatalmi szinten baromi nagy a stabilitás. A rendszer szinten már ilyen billegő viszonyokat látok, és az alatta levő formátlan társadalommal több millió ember, arra még nem tudunk semmit. Igen. És ezt a tudás hiányt nagyon sokan azzal pótolják, hogy elkezdenek helyette jósolni. Én meg inkább azt gondolom, hogy nagyon komolyan veszem azt a nagyon kevés kutatót, Kovács Imre és társai, akik képesek ezt az, az alullevő képviseletlen magyar társamat nézni, amiben rémesen látom ezeknek a neofeudális struktúráknak az újjeledését, hogy a helyi kiskirályok azok a helyi vállalkozóknak való munkadástól kezdve az oktatásig, a mindenféle, és a pénz ők a nagyhatalom. Mindenki azt hiszi, hogy itt a bészárosokon múlik az ország. Nem hanem 3-4 ezer olyan helyi vezetőn, aki helyben ugyanezt az újraelosztást le tudja tenni, de én nem vagyok róla meggyőződve, hogy ők fideszesek. Ők hatalompártja. Tehát ha változik a struktúra, szerintem aulul ez a neofeudális rend nagyon hamar át tud állni egy másik, teljesen más politikai kéződménynek is a, a tovább szolgálatára, hogyha annak van egyértelmű programja és világosan felismerhető. Szóval ezért azt mondom, hogy a felszínen a magyar politikai rendszer szilárd megbonthatatlan, mint egykor a szovjet-magyar barátság. Alatta a, a kormányzási csőd az egyre több a rendszerben megmutatkozik, és alatta, ami van a társadalom mélyében, csak azt tudjuk, hogy kizárt dolog hosszú távon, hogy ne fizessen a lakosság az inflációban való megaláztatásáért, a jövedelemvesztésért. A, a korábbi privilégiumai elvesztését. Tehát én attól tartok, hogy ilyen helyzetekben mindig váratlan a, a csőd. Ez a vulkáneffektus. Tehát, hogy soha nem tudni, még előző nap se tudod, hogy mikor lesz nagy Tehát Ez Tehát az ilyen típusú képződmények a, a, a legsebezhetőbbek. Már a múltkor valahol máshogy elsütöttem, hogy 56. október 23-ának délelőttjén még az érintett főszereplők se tudták, hogy estére forradalom lesz, nem hogy az ország. Szóval most is valami hasonlót látok: hogy van egy látszólag barami stabil hatalom, ami ural mindent az intézményi szférában. Alatta van egy billegő, vitatható kormányzás, és alul pedig az a magyar társadalom, amelyik állandóan mindig csak a párt preferenciák mm -hmm. alapjáján alapján osztják, -e. én ennek meg egyetem tulajdonítok jelentőséget. Hát igen, már egy parlamentáris demokráciában. Amikor um... arról van szó, ezért választásokon nem is buktatható meg a Fidesz. De hogy egyébként meg tud-e bukni egy hét alatt, azt egyáltalán nem zárom ki. Tehát amikor nem választáson bukik meg. Valami Polgár, mert állandóan mondják, hogy nálunk nem mennek ki az emberek tüntetni olyan tömegben, mint Lengyelországban, hát meg Romániában, meg, meg, meg sok meg az, a az utóbbi időben lesz. Na, de csak de. azt akarom ezeknek mondani, akik állandóan ezt, hogy, hogy ne nagyon várják ezt, amikor itt több százezer ember megy ki az utcára, mert azok már utána nem fognak hazamenni. Értem, És, és erőként lehet azt sejteni, hogy hogy és nyilván nem lehet sejteni, hogy mi az, amitől be, be, bekövetkezik egy ilyen fejlemény, de azért azt, azt mondtatt, hogy tartósan nem lehet az inflációk és a egyéb megélhetési problémák következményeit elkerülni, de azért jelen pillanatban az látszik, hogy önmagában ez nem elég. Tehát például az biztos, hogy az ellenzék számára nem elég ahhoz, hogy hogy ezeket a pártpreferenciákat megváltoztassa. Persze, hogy nem elég, és ráadásul a, a, ezt a kivételes média hatalmat a Fidesz lassan két, két dologra használja a szemérmetlenül. Egyrészt az ellenzék reggettől esti valós infelésére. Mm. Ezen a nyáron többször is voltam tartósan ilyen, tehát napokig a legkülönbözőbb helyeken, vidéken, és amikor így a kocsmába, vagy valahol, ahol az emberek vannak, és nézik a tévét. Hát az rohadt sokat mond, hogy a Karácsony Gergő mennyire alkalmatlan érted, mm. meg új fehér tón. szóval. De ezt hallja, állandóan ezt hallja. Tehát, hogyha a kormányzati rádió tévét már pedig más vidéken alig hall, az ellenzék alkalmatlanságáról papolnak, ami nekem azért azt üzeni, hogy azért a Fidesz stratégáiban lehet valami félelem. Hogyha egy napig nem ütjük őket, akkor ezek élve maradnak. Tehát itt, itt ez az egyik, amit akarok neked mondani, a másik meg nem tudni, hogy jelentős tömegeknek miből lesz a, a privát, kulturális, szociális sérelméből, politikai sérelméből. Ezt soha nem lehet előre megmondani. Szóval én bennem inkább a félelem szaporodik, hogy hogy néha egy ilyen luxus hajózás majd kiborít Ugye. emberek. Ezt nem tudod. Egyszerűen nem tudod, de egyet azért lehet látni a medián és mások vizsgálataiból is. A kormányzati munkával való elégedetlenség folyamatosan nő, és a kilátások, hogy merre tart Magyarország, az, az a választások óta abszolút megfordult, hogy többség tartja rossznak ezt a helyzetet, és egyre rosszabbnak. Szóval ha én tudnám erre a választ, akkor, akkor biztos nem itt ülnék, de nem az a probléma, hogy én nem tudom a választ, nem tudja senki. Tehát például azok, akik ellenzéki politikusok, azoktól se hallok értelmes választ erre. Mert az, hogy naponta leleplezem a Fidesz visszásságait, ez a DK szintje, és akkor ezzel befejeződött a politizás, az az égilágos semmi nem történik. Ezt a hegyköi kocsmában ugyanúgy tudják, mint amit kiáll egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen DK-s tehát itt valami baromira hiányzik a mozaik darabokból, amit össze kéne illesztenünk, hogy összeálljon az egész, érted? És az a az ezt az talán Tölgyesi Péter is szokta mondani, hogy az, várható a magyar történelmi hagyományból, hogy a rendszer úgy bukik meg, hogy az ellenzékével együtt bukik a kormányerő. Péter szeret mindig ilyeneket mondani, én meg azt gondolom, hogy a magyar hagyományokból minden levezethető. Tehát nagyon sokféle politikai hagyomány van az a kérdés hogy aktuálisan amikor válság van melyik hagyomány képviselete kapja a legerősebb hangsúlyt. Ezt megint nem tudjuk megmondani van van magyar hagyomány az okos tárgyalásos útra mert az 89 példátlan Szóval az egész 150 év magyar köztörténetének az egyik legfelelmű dolga, ami 89. áprilistól szeptemberig tartott, hogy hosszú alkodozásos módon korlátozták a hatalmat odáig, hogy hát akkor tessék egyenrangú parterként versengeni velünk. Ez példátlan. De magyar hagyomány a, a, az 56 ugyanúgy, mint a március 15-a, ők se tudták, az a néhány ezer ember, aki vására jött föl, forradalom lesz. A, a, nagy ismeretlen tényező, és ezt nem szokták annyira bekalkulálni, amennyire fontos, komoly változás Magyarországon, tehát rendszer szintű kivétel mindig akkor jön, amikor a külső feltételek gyorsan megváltoznak. Tehát ha itt a háború váratlanul másképp fejeződik be, mint ahogy gondoljuk, vagy ki tudja, mivel fejeződik be, vagy itt Európa a háborúból tanulva mi más modellt és másképp tárgyal a tagállamokkal, vagy, Ugye a Viktor azt várja a jövő évi júniusi választásoktól, hogy majd a, a szélsőségesek előtörnek, vagy így lesz, vagy nem. Vagy így, nyer Amerikában. Persze, igen, igen. De, de ezt várta már akkor is, 80 vagy 2019 és, és igen, akkor igen, se jött igen. be. Szóval, de ennek adok a legnagyobb valószínűséget, hogy az európai szintéren politikában, meg netán a világpolitikában is történik valami olyan, ami olyan kataklikus hatással van a kis országokra, amit nem tud kivédeni. A Viktor ettől tart, ha megnézed és dekódolod a tusványosi beszédét, kizárólag ezzel foglalkozott, ezekkel a kiszámíthatatlan nemzetközi viszonyokkal. Ami nekem azt üzente, hogy kisapám, te is tudod, hogy az első szélfújás téged minden este, hiába van neked kétharmadod, meg ötször, meg hatszor, meg tízszer, Hogyha radikálisan változnak a külső feltételek, abba te is bele tudtok bukni. Hogy az ellenzéke együtt vagy sem, figyelj, minden válság megteremti a maga embereit. Senki nem gondolta, amikor a gyurcsány ott dűtött halomra mindent ott 2008 kilenc fordulóján, hogy egy Bajnai Gordon nevű kormányzás az egy ilyen jó csőtömeg kormányzás lesz, nem gondolta senki. Amikor Grósz Károly előrántotta a német Miklósnak a cilinderből, mert mindig várt márki másféle minisztereket, ugye Tata Ilonától De. Pocsgaig, ki a német Miklós néztek -e egymásra, és az újkori magyar történelem egyik legkitűnőbb közpolitikai teljesítményét ő nyújtotta. Szóval azt akarom mondani, hogy ez is egy nagy gics, hogy állandóan megváltókat várnak, miközben azt látom, hogy a válsághelyzetek mindig kitermelik a maguknak megfelelő megoldó embereket. Hát Nagyon szépen köszönöm. Uh, tulajdonképpen egy új beszélgetés kezdete. Igen. Is lehetne Ez, amiről most itt beszéltünk. De hát sajnos a műsoridőben ez kevés, de úgy érzem, hogy fogunk mi még beszélgetni. Hát és aztán meglátjuk, hogy lesz e én, még olyan. Évek szívesen, de lehet, hogy félrejtettem a feladatot, hogy itt a fideszik uh, Nem, nem a ez, egy, ez egy portré beszélgetés is, és azt gondolom, hogy ebbe, ez itt azért összefonódik ez a két ja, hát dolog. Igen, igen erőteljesen. Így, igen, és én, én azt gondolom, hogy a jelenre és a jövőre sem tanulság nélkül, amiről beszélgettünk most. Így, igen most érdekes, érdekes akkor ilyen az én portrém is a 80-es éjjel, hogy micsoda kanyarokra, hányféle különböző személyi kötődéssel tudtuk le ezt a válságos évtizedet. Igen? Hát örülök, hogyha nem uratkoztál, és ha <laughs> mások is úgy gondolják, sem. hogy akkor. hogy érdemes megnézni, akkor nekik meg azt kívánom, hogy vigyázzanak az egészségükre. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Nézőknek köszönöm a figyelmet, Jövő héten a Kompország újadásán jelentkezik a Viszontlátásra.